Remélem, jól vagytok! Ahogy lehet látni mögöttem, ma undorító, iszonyatos ocsmány az idő. Szóval igen, ma ezt kell megjegyezni, hogy undorító, ocsmány, iszonyatos az idő. Franciául úgy kell mondani, tényleg, hogy idő. Csakhogy ezt nem lehet mondani az időre. Csak a dolgokra, meg például valakinek az arcára. Szóval ma azt fogjuk tanulni, hogy hogy kell azt mondani, hogy valakinek nagyon ronda az arca, szóval iszonyatos az arca. Iszonyatos az arca, az úgy lenne franciául, hogy Elle a le visage, visage, idő. Elle a le visage, idő. Nem valami szimpatikus dolog valakinek is ezt mondani, vagy valakiről így beszélni, de ezt a szót azért tanítom, mert hasonlít egy magyar szóra, és így fogok most egy darabig uh, ilyen szavakat tanítani, nem csak ezeket, de szóval ezeket is, a, mi, olyan szavakat, amik uh, magyarra hasonlítanak, uh, és abszolút nem ugyanazt mondanak, de legalább úgy kell kimondani. Szóval idő iszonyatos, undorító, ocsmai. Biztos vagyok benne, hogy ez benne marad a fejetekben. Remélem, hogy legközelebb is találkozunk egy másik francia leckére, és nagyon szépen köszönöm mindenkit, aki a Facebookon válaszolt arra a fordítási problémámra, ami ezzel kapcsolatban volt. Köszönöm szépen! Sziasztok!